Tehát itt tudjuk megmutatni, hogy ezen a kis prizmán, hogy a komposztlét. Tehát így fel tudjuk gyűjteni, megvan egy ugye... Van egy hatalmas gödör, ahova összefolyik a komposztlé. Tartály. Tartály. És itt van megnyitva, és akkor kávébarna színű, igazából nem lehet szaga. Akkor jó. Tehát nincs egy semmi szag neki, de azért van egy kicsi, de... Most egy kicsit van, mert ezt mostanasszal raktuk össze, de egyébként akkor használjuk már növényekre, és úgy van, hogy 1 liter komposztlé, 10 liter víz az öntözik bennába. És akkor nem kell meg utcán, meg egyéb táplálmányokat venni, ez teljesen természetes. Vigyít rázsai. Akár szobanövények. A szobanövények kondicionálására, gyümölcsfákhoz, veteményesbe, bárhova nyugodtan lehet használni. És akkor erre jövünk, tehát itt akkor ez a fászáró rész. Tehát ezeket már nem daráljuk le. Ez már tűzre megy, ez megszárad, és akár bogrács alatt, kemencébe, kájákba, kazánokba. Tehát a isteni teremtő is a nyelvünkbe azt tett, hogy fázik. Ugye azért fázik, hogy ne fázzon. Igen, igen. Itt ez egy kicsinlet volt, ez már megért, letermett, ez már a saját természetességébe pompázik. Itt egy köbméteren azon kísérleteztünk, hogy igaz-e az a szakirodalmi állítás, hogy a giliszta a tesújának megfelelő táplálékot fogyassza el, zöldanyagot, és most már ide föl azért adtuk, hogy itt már leszedjük el a gilisztát, már nem is lehet tenni. Egy köbméter volt összerakva, többször még teljesen megült egy köbméterre, ahhoz hozzátettük a 10 kg gilisztát, és a 10 kg giliszta az egy köbmétert egy hónap alatt megett. Azt a minden feketére. Csak ezt már azért tettük rá, hogy ami még benne van, ezt tettünk ki belőle, lecsapdázzuk. Tehát itt van benne a friss anyagba. Aha. Meg lehet nézni, mit az meg. Ezek ilyen tenyész példányok már itt, hatalmas nagyok. Lehet rántani, tehát költeni, rántani. Jó, mi mosolygunk Amerikában élelmiszerével. Persze. Most néztük meg, ugye, hogy a kínaiaknál mindenféle dolgot tesznek. Jó, hát 0,1 a különbség a malaus meg a griszta a protein tartalmat illetően. Véreulló fecskefű, ez galaj, ragadós galaj, véreulló fecskefű, tehát csollányban, tehát valójában a természet. Így van. Ugye a gyom, az a magyar, itt is a nyelvbe keresik a megoldást, a gyom az én jóm, ugye a gyomot, hogy, mert nem gaz, a gaz az máshol, máshol keresik, ez gyom. Jó, ugye a Vas megyében jöttök, gyűjtök, hogy hasonló igen, a géve. Igen, ugye? Hagyjuk, nem így mondják. A gyomnövényt, ugye mikor mondják gyomnövénynek a definícióját, hogy káros legyen mindenkáról, nem szabad, ő szabadon élő növény, tehát nem, nincsenek tenyésztésbe fogva, mert ugye azért is érzik jól magukat, azért neki mindenhol. Minden gyomnövény vagy gyógynövény volt, hát csak egy betű vagy a különbség. Pedig élelmezés is használták, csak egy példa, a paré az a spélék családjában ugyanúgy a libatoppa régen megették. Most már kutyán is ugye. Tehát itt tudom mutatni, hogy menjünk a prizmásokat. Itt akkor kísérletet mondjuk ezt a következő. Ez egy sivatagi kísérlet. Annak hívjuk. Ide tettünk 60 centi homokot. A 60 centi homokra körbekerítettük egy magas ágyásba, és arra tettük rá a fűnyírást, falevelet, beoltottuk gilisztával, és azon termelünk most. Gyönyörű szépen átdolgozta a giliszta, és a homokon termel. Hát lemegyek, megmutatom, hogy meddig megyek le, mert már igen messzire kell lemenni, ahhoz, hogy a homokat meglegyen, mert összekeveri a giliszta. Tehát a komposztálásunknál nekünk nem kell forgatni, mint a szakirodalom előírja, hogy forgatni kell, mert itt a giliszta forgat. Tehát itt nem kell forgatni. Ő a természetes kultivátor. Igen,
úgyis azért nincs a szántott földeken, hát most már azért lejjebb vagyunk, mint 60 centi, tehát összekeveri. Összekeveri. Igen, igen. Itt lehetne most próbálom. Hát ez egy maximum 30-40 centi. Tehát már 20 centit. Ott van, igen. Az alföldön, ahol a homokos részek, ott simán lehetne ezzel a módszerrel termelni utána. Igen, igen. Ez arra ment ki a balé, hogy a homokos talajt hogy lehet termővé följavítani. Tehát paprikát beleültetjük. Ez majd megy vissza, ez a magas ágyásba. Ez a oldal is beleszűnt. Majd jön a következő, majd betelepítjük a másik oldalt is, csak most egyelőre. Ezt azért kellett minél előbb kiraknunk, mert túlnőtte magát a keltetőbe, és kezdett dőlés lenni, és mondom, akkor kerüljön a helyére. És nem baj, hogyha nincs olyan jó idő, mert ennek a magaságyásnak, meg azoknak a konténereknek, amit majd mutatni fogok, az az előnye, hogy a fólia adottságait, tehát a fóliák jóságát, meg a szabad térnek. Itt is egy rántani valók. Meg a szabad térnek. A szabad téri termesztésnek a pozitív, az mind egybe rakja. Tehát lehet látni, ugye itt majd hogy kerül bele, a múcson átjön a krumpli. Lehet látni, hogy átjön a krumpli. Ez véletlenül kerül a, ott úgy, ahogy a hagyma is, tehát vannak ilyen kis megoldások. Ez egy saját fejlesztési komposztálónk. Ez a legegyszerűbb, ugye középen van 5-6 luk, és akkor a csurgalék vizet felfogjuk, tehát, és akkor vagy visszaöntözzük a szükséget, de most nem oda öntjük, hanem erre. Ezt találtam már minden. És felfogjuk a csurgalék vizet, amiből komposztelet készítünk, de amíg nem jó, addig mindig visszaöntjük, és akkor egyszerű megoldás. Lábakon áll, nem tud belemenni rágcsáló, féreg, semmi se, se patkány, se vakon nem tudja megvizsgálni. Körbe szellőzik, és akkor mutatom egész közelben, jó, hogy itt vannak fönn a fűnyírásban, itt vannak a giliszták fönn a fűnyírásban. Dolgoznak, esznek. Mindjárt mutatok, hogy ott vannak. Tehát itt vannak. Lehet látni, hogy... Ezek kicsit soványabbak. Itt azért a... Az, ez se olyan rossz, ugye? Bizony, bizony, bizony. És akkor itt lehet látni, hogy a fűnyírásban benne van a fűnyírásban. Így. Igen. Itt vannak benne. Falevél, fűnyírás, eszik. Hát itt az a lényeg, hogy ezt megedjék, és ezt meg is eszik. Kertigó, káposzta. Már itt valami csirázik ki megint, mert krumpli. Krumpli. Igen. Hát ez itt kint van a szabadtéren. És nem fagy meg télen se, tehát lehet látni itt is. Itt vannak benne. Fogyasztják a konyhai kerti hulladék, ide van hozva. És akkor... annak idején úgy csináltam meg, hát a város meg a környék ilyen komposztáló edényeket kapott, mint ezt már lassan fel kellene dolgozni. De azt mondták embereknek, dobjanak bele minden, csapják rá a tetőt, erről már le is vettük, mert majd az lesz komposzt, de ez nem olyan egyszerű. Tehát akkor igen egyszerű lenne az élet is, meg a történet is. Mi mindig oltóanyagot használunk, tehát ahol jó kenyér, ez a kovász, a sajtba és az oltóanyagot tesznek, borra készítésnél is használnak élesztőt. Itt nem megy a dolog, mutattam itt fönn. Tehát régóta lehet látni, nem nyújtunk hozzá. Annak idején van, hogy a macska belejön, ezt itt fekszik, tehát már melegíti. És akkor már lehet látni, hogy mennyire komposztos a dolog, és akkor itt vannak benne a giliszták. Lehet látni a gilisztákat. Ez már teljesen van, ezt már lehetne rostálni, tehát igen. Rá kellene eltetni a tetejére. A felső fél centit nem piszkálják, mert ugye nem szeretik a fényt. Így és van. Akkor ennyi. Így van a az fény. A többit mind megették. Nem szeretik, igen. És itt van. Igen. És akkor itt van az alja. Most már is menekül. Mindig van, mert annélkül nincs, de... Ez se... Ez már harcsázó. Igen, ez egy
szép kifejlett gompásztor giriszta. Elég életerős, igen. Virgonc, igen. Hát ezekkel dolgozunk. Éjjel-nappal, minden nap, ünnepnapokon is, úgyhogy és föld alatti szervezetekre. Igen. Ahogy mondtam az elején is, megyünk az iskolákba, és visszahoztunk egy szettet, valahol nem tudtunk bemenni, de ebben a járványos helyzetben előfordult, és elhoztuk, és az a ötlet jött, hogy már ne menjünk kárba, ugyanúgy csináljuk, mint az iskolán. Tehát semmi, tehát úgy csináljuk, mint egy közepes iskola. Tehát nem úgy csináljuk, mint a legjobb iskolák, de nem is úgy, mint a nem figyelnek annyira oda, hanem egy ilyen közepes. És ezt mindig lefilmezzük, és a filmet meg feltöltjük a Humus Maximus Egyesületnek a honlapjára, hogy a iskolák meg tudják nézni, hogy hol tartunk most a komposztálásba. És most öltöttük föl, mikor? Május 1-én. Május 1-én töltöttük föl. Fűnyírásra jót eleraktuk. Most le akarok menni, mert már én jó föltöltöttük. Megint át kell néznem, mert úgy dolgozunk, mint ahogy az iskolák dolgoznak. Levettük a tetejét, vagyis az oldalát. Majd mindjárt mutatom. Már itt kell, hogy benne legyen. Nem, akkor lejjebb. Viszonylag friss föltöltés, meg száraz is. Igen. Itt tudom így megmutatni, hogy már itt már a komposzt képződés már itt van. És a szeptember közepén kezdtük végig. Tehát ha levennénk az alját, már... Igen, már kész is. Nagyon jó. Ugye? Igen. És mindig töltjük föl, tehát nem úgy kezeljük, mint a többit, a mellette levőket, hanem mint ahogy egy iskola kezel. Tehát itt azért másabb egy kicsit. De ugyanazt csinálják, tehát azért is vannak rajta ezek a szövegek, mert ugye a teremig projekt megy. Tehát ez, ha belegondolunk, hogy ennek hányféle jelentése van, akkor erről könyvet lehet írni, hogy teremtő, ugye osztályteremtől, de ez a teremtől. És a teremtőtől, ami a töve a teremtésnek. Igen. Na ez már... Ez már a mi ilyen itthoni-otthoni dolgunk, tehát itt lehet látni majd, hogy itten már itt vannak a giliszták fönn. Ebbe belemegy minden, tehát itt lehet látni, hogy itt dolgoznak tömkelegéve. Hát itt vannak. És ebbe belemegy banánhéj, narancshéj, krumplihéj. Banánhéj, ez a banánhéj, itt a banánhéj, ott van, tessék. Mi beletehetjük, meg a narancséjat is, mert a giliszta, mint mondtam, lebontja, akkumulálja, meg ártalmatlanítja a vegyszereket, amivel kezelik őket, tartósítószereket, ezeket a gyümölcsöket, tehát nálunk ez azért nem okoz problémát. A hagyományos komposztálónál ott előfordulhat. Hogy eszik a banánt. Igen. Mind benne van. De belemegy a papírok, papírkarton. Itt lehet látni, megnézni, tojáshé, romlott gyümölcs, borsó levél, itt van. Tessék. Most egy kérdésem lenne, azzal kapcsolatban, hogyha valaki, mert ugye, hogy a giliszták nem nagyon szeretik a különféle műtrágyákat, de valaki mondjuk a komposztjába elkeverne műtrágyát, és nem egy jó. Ugye? Megégeti őket. Ugye, az akkor nem bírna. Sajnos. Nem is kell. A komposzt az komposzt, a műtrágya meg műtrágya. Én is úgy hallottam, hogy amelyik növénybe sok a foszfor vagy a kálium, a gilisztával is termeli a káliumot, termeli a foszfort. Lé alatt van benne. Itt is mutatom. Tessék. Tehát úgy kell az egészet elképzelni, hogy ami itt fönn van, az volt lent is. Az van föld, igen. Tehát ez a körforgás. Sőt, vannak olyan képeink, hogy mellé ültetünk, tehát hozok cserepet, innét ezt kiveszem, beleültetem a cserépbe, és a palántát beleteszem, ami itt kell ki, majd mindjárt mutatok, mert valamikor ki kell beleültetem, és az fölfut erre, leesszük ugye koktélparadicsomot, megesszük, és visszadobjuk ide, és
megy az egész. Ez a körforgás. Ez egy igazi körforgás. Tehát nem beszélünk róla, nem csináljuk. Csináljuk, így igaz. Hát itt most meg kell nézni a tetejét. Aha, mostanában a kirakat. Borsóék, teafilter, kávézat nem látni nagyon. Itt van, igen, itt van a banánhéj. Minden itt van, papírkarton, törlő, papírtörlő, minden. Nézzük meg, mit mutat. Már és itt már fönn, már itt van fönn a giriszta. És mit eszik? Már a fiatalok. Borsóhéjat eszik. Ami édes, nagyon szeretik. Meg ami erget. És ami erget. Erget. Hát, és belemegy a kukorica csutka, minden. Nézzük meg, hogy ez a csutka. És itt, de már egész fönn van a komposzt, tehát lehet látni. Hát itt már itt a komposztunk fönn. Ez a fatott, ez a farmásanyag, ezt már lassan lehet ott a kokon benne. Ezt már lassan lehet rostálni, és készen van az anyag. A kokonokból kelnek ki a gilisták. Gilisták, aha, aha. 10-15 darab kell kegyen. Tehát ez otthonról van kihozva, gyűjtjük, szelektíve. Egy darab kis kokonból 10-15 darab. Akkor az szépen tudnak szaporodni, és ez bizony munkás. Akkor itt is itt van, ebből már vettünk ki. És akkor itt a komposzt. És akkor rostálás nélkül, minden nélkül mehet bele. Gyönyörűs, egyből. És lehet beleültetni. És működik. Alul fölfogjuk a csurgaléklevet. És vissza szoktuk öntözni, bár itt már nem kell, ez már a komposzt szűri meg, tehát azért megy el a szaga. Annál a depónál azért lehetett érezni, mert mosott tavasz.